maga a végleges vezetéket, legyen ez akár fázisvezető, vagy legyen ez optikai kábel, nem bírja átúzni természetesen, mert akkor a testvérben az a helikopter kellene, hogy legyen, az meg nem gazdagságos. Ezért először a drónnal egy nagyon vékony és nagyon könnyű 3 mm átmérőjű, kevlárszövésű kis könnyű előkötelet húzunk át, aminek 1,1 tonna szakító szilárdsága. Ezzel visszahúzunk egy 12 mm-es szintén viszonylag könnyű műanyag perlon kötelet, amivel fogjuk behúzni a végleges átmérőjű kábelt. Emelkedés közben a magadott koordinátára repül, az oszlopon egy icipicit túl fog repülni, és utána lefelé oldalra mozogva fogja a kötelet ráfektetni a Tamás alsó tartónak a megkosszabbításába kihelyezett vakuumpótra. Az nagyon fontos lenne, hogy ha húzzátok be, hogy semmi hirtelen mozdulat, mert 15 kilónál leoldat a holról, tehát csak filomatosan jó. Később megállítunk és elrakjuk kenébe, hogyha távolabb vagy.